Sok szeretettel köszöntöm a nézőinket is. Isten hozott Robi ismét, örülök, hogy újra látlak. Nem beszéltünk össze, de mégis összeöltöztünk. Mind a ketten feketébe, és az úgy tűnik, hogy jól illik az árnyék témánkhoz, amit már az elmúlt videónkban elkezdtünk. A minap szembe jött velem a Facebookon egy nagyon érdekes mondat, ami Jung tollából származik, és gondoltam, hogy ezt megosztom veled így gondolatindítónak. Ez úgy hangzik, hogy életutunk során újra és újra önmagunkkal találkozunk ezernyi álruhában. Ez a gondolata Jungnak nagyon megihletett engem, mert hogy ebből arra következtetek, hogy lényegében minden, ami szembe jön velem, és ami érzelmileg megérint, tehát minden személy vagy minden esemény, az valójában az én árnyékomnak a kivetülése, vagy a tükröm. Igaz? Igen. Nagyon sok olyan dolog ugye rezeg bennünk a tudattalan elmében, amiről mi nem tudunk, és gondolom, hogy a mai beszélgetés alapja, vagy rávilágítunk egy pár ilyenre. Az emberek, akik az életünkbe bejönnek, az azért jöttek be, mert valamilyen szinten közös a rezgés. És ez lehet egy árnyék, és ez lehet valami már egy megoldott feladatnak is a közös rezgése, de amikor ezt, ahogy szépen mondtad, amikor ezt tudjuk, akkor teljesen másképp fogunk az életre nézni. Nem a randomságot látjuk benne, hanem egy csodálatos tökéletességet, ezt, ahogy te hívtad, a tükröt. Tudod, még én rengeteget hallottam a tükör kifejezést, és ez irritál egy pár embert, és érthető, mert a tükörnek tényleg több száz ezer jelentése is lehet, és amikor tudjuk azt, hogy azok a kifinomult energiák, mikor visszatükröződnek és visszamutatnak nekünk dolgokat, abba, hogyha értjük a logikát, akkor nagyon jó, poénos és kellemes az élet. A tükör jelenségről egy picit beszélni nekünk előtt, mert én is úgy vettem észre, hogy sokan nem értik, hogy mit jelent az, hogy a külvilág tükör. Sokan arra gondolnak, hogy ennek teljesen egyszerű logikája, tehát hogyha én mondjuk újra és újra ostoba emberekkel találkozom, és involválódom, és ez zavar engem, akkor az azt jelenti, hogy én is ostoba vagyok. De nem, vagy nem feltétlen, hanem ez másképp működik. És azt szeretném, hogyha ezt megvilágítanád nekünk, hogy hogyan tudjuk jól lefordítani a tükröt. Minél jobban ismerik a spirituális logikát és a teremtői logikát, ami az elme, annál inkább látjuk a kifinomult részeket, és annál precízebb a definíciója a tükörnek, a kifejezésnek. Most múltkori beszélgetésben feljött ez, hogy az ostoba ember, ez egy árny, és ez lehet, hogy ez onnan jön, hogy több száz élettel ezelőttről valami oknál fog, most mondok valamit, de ez lehet, hogy nem jó, hogy te mondjuk egy tanító voltál, és éppen egy magas röptű, vagy egy intelligens üzenetet próbáltál átadni, és mindenki rövid zárat kapott, és bebandzsított, és a szemüljük keresztbe állt, és fel nem fogták, és azt mondták, hogy ennyi ostoba embert. És ennyi kijelentés elég ahhoz, hogy teremtsünk egy úgynevezett árnyvilágot, és mielőtt el, akkor mondom, nem biztos, csak ez egy jó példa, azt mondod, hogy elegem van az ostoba emberekből. Na most, és abban a pillanatban utána te akkor megkaptad azt az érzelmi, tudod, elégtételt, összepakoltál, összecsomagoltál, leúsztod a rollót, becsuktad, ezért mindenki menjen haza, utána tudod, te mentél tovább az életbe. És az történik ilyenkor, mikor elutasítunk bármit, és lehet ezek nagyon-nagyon kifinomult dolgok, nagyon finom dolgok, amire nem is emlékszünk, azt mi elkezdjük tudattalanul, meg tudatlanul rezegni. És azt mondja, elkezdjük bevonzani az ostoba embereket ebben az esetben. Most ebből több tízezer ilyesmi van, és mivel az bennünk már egy elutasított árny, egy árnyoldal, egyre inkább irritálni fognak azok, akiket mi bevonzunk, tükör, nem azért, mert mi azok vagyunk, hanem ez egy elutasított árny kategóriába sorolt úgynevezett jelző vagy minősítő. És azért, ha tudjuk a külvilágot nézni, hogy mi zavar a másikban, ismerik ennek a precíz megfogalmazását, akkor tudjuk azt, hogy aha, itt van bennem valamiféle konfliktus. És ez a bennünk lévő konfliktus, ez jogos. Tehát itt nem arról szól lesz, hogy rosszul döntöttél, vagy hogy rosszat mondtál, hanem arról, hogy ez egy olyan energiába ment át, ami most már nem kedvező számodra, és negatív érzelmeket teremt, azaz konfliktus teremt, és így tovább, és akkor egy ismeretlen, eddig számunkra nem volt
tanított dolog az, hogy ha valami téged zavar, azt magadba meg kell gyógyítani. És tudod, én most már, ahogy említettem több előadásban, meg a veled való beszélgetésekben, hogy ezt a hiányosságot, ezt nagyon gyorsan be kell az emberiségnek pótolni, mert pont emiatt rezegtük tele a világot, meg a kvantummezőt nem kívánatos rezgésekkel. És nem mindenki ezen a földön van megáldva azzal a képességgel, hogy magát ki tudja igazán mélyen takarítani. Vannak különféle szintek, és például tudom, hogy te, benned megvan ez a kapacitás, a DNS-edbe ez a kapcsoló be van kapcsolva. Ezt, ha tényleg átvizsgálod ezt az árnyoldalt, és magadba integrálod, megnézed, hogy ez honnan jön, és mit kompenzál, akkor meg tudod szüntetni az ezzel járó belső konfliktust. Ezzel te feljebb mész. Rezgésben már nem fog zavarni, mert amit mi integrálunk, az már minket nem zavar, és akkor ebből jönnek olyan pluszok neked, amiről még te nem is tudsz. Ugyanaz a szabály érvényesül itt is, az árnyékoknál, mint a traumáknál, hogy minél tovább megyünk az időben, és ott van integrálatlanul ez az árnyoldal, annál jobban nő a hatása, és annál intenzívebben fog megmutatkozni az életemben. Igen, de ez azért nagyon érdekes, mert növekszik. Tehát minél több dolgot söprünk a szőnyeg alá, annál nagyobb lesz az a kupac, és annál könnyebben eltaknyalunk rajta, de ezt mi nem látjuk, mert teszünk rá a másik szőnyeget. Tehát ezt hívják úgy, hogy fedőtörténetek, meg kompenzációk. Ágy, nincs semmi látnivaló, ez a szőnyeg, ez pupos. És akkor tudod, rádobunk egy subát. Hát már kevésbé pupos, akkor rádobunk egy asztalt, tudod, és akkor már nem látjuk, mert már az asztal körül kell menni, és építünk egy olyan világot, hogy ne lássuk az igazi eredeti problémát, hanem csak a körülötte lévő tárgyakat, vagy amit úgy hívtam, hogy fedőtörténetek. És amikor ezt az ember tudja, akkor elkezdheti szépen úgy kivinni, nagy tavaszi nagy takarításkor azokat a dolgokat, hogy visszataláljunk a szőnyeg alatti kupachoz, és azt söpörjük fel, azt vizsgáljuk át, és akkor megszűnik igazán szinte több évtizednek így a rossz tapasztalata, meg a szenvedése. Milyen veszélyeket rejt magában az, hogyha nem integráljuk ezeket az árnyakat, és hagyjuk, hogy így szépen mindenféle réteg rápakolódjon? Hányféle negatív következménye lehet? Sok. Mondok egy párat. Tudod, és nagyon szívesen tudok adni részleteket is, csak próbálok minél célra törőben, minél a tömörebben, velősebben fogalmazni. Egészségügyi problémák, az árny világnak az integrálatlansága. Kapcsolatbeli problémák, az árnyoldal integrálatlansága. Akkor pénzügyi problémák, nagyon kifinomult és a legkomplexebb energia, az árnyoldal integrálatlanságának az eredménye. Tehát betegségeket, baleseteket, konfliktusokat, nem kívánatos életkörülményeket teremt, és minden életterületnek megvan a maga úgynevezett kis csomagja, tehát az árny csomagja. Nagyon szívesen adok pár példát, hogyha érdekel, hogy mi teszi tönkre a kapcsolatokat, mi teszi tönkre az anyagiakat, hogy mi tesz tönkre például egy betegséget, milyen árnyak, és akkor, ha ezt metódikusan megcímezzük és megoldjuk, akkor a földi síkon a szemmel látható probléma teljesen megszűnik. Junghoz fogok megint egy kicsit visszakapcsolódni, mert ugye, ahogy itt olvasgattam ugye az ő árnyék értekezését, azt mondja, hogy nem csak az van az árnyékban, amit kidobtunk, elfojtottunk, megtagadtunk, tehát csupa olyan negatív aspektusunkat, amikor valami trauma során, vagy valami történt, és nem akartunk róla tudni, és puf, félredobtuk, hanem az is az árnyékban van, amit még nem éltünk meg, és ide tartoznak a pozitív aspektusaink is. Miért kukázzuk ki a pozitív aspektusainkat, és hogyan tudnak az árnyvilágunkba bekerülni azok a részeink, amik pozitív részeink, de mégsem éljük meg őket, vagy nem tudjuk megélni őket? Ez egy nagyon jó kérdés, és erről órákat lehetne beszélni. Az egész élet egy próba, ha belegondolsz.
azt kipróbáljuk, ez egy kicsit ment, ez kicsit kevésbé ment, és rakjuk össze magunknak ezt a kirakót. Az történik sajnos, mint ahogy a múltkori beszélgetésben ez kiderült, hogy valamit megszégyenítünk, akkor azt már nem szeretnénk újra felhasználni, vagy nem szeretnénk vele újra szembesülni. És minden, amivel nem szembesülünk, azt megtagadjuk. Tehát például mondok egy valamit, hogy vegyünk egy fiút. És ez a fiú, ez cseperedik, már tínédzser, és elkezd a lányok neki tetszeni. És azt mondja, hogy fú, de nagyon szeretnék udvarolni. És akkor elkezd udvarolni, megpróbál egy számára eddig ismeretlen szerepet, viszont ott rezeg potenciálisan benne én ellenrezgések, mert lehet, hogy gyerekkori összetűzések, vagy megszégyenítések ott vannak, és akkor ez az udvarló, ez a hódoló, ez az igazi, ami ő lenne, az lehet, hogy le akar játszani, de lehet, hogy nem tudja lejátszani, mivel ott vannak valamilyen szinte megszégyenített ellenpólusok. Ez volt a kérdés. Igen, meg az, hogy miért kerül az árnyékba az, amit még nem éltünk meg. Ja, értem. Tehát, Okay. Van az emberi elmében rengeteg típusú félelem. És a félelmek egyike az, hogy az ismeretlentől való félelem a következő lépéstől, félelem a sikertől, félelem ezektől a dolgoktól. És amikor ezek a félelmek uralkodnak, akkor annak a bekövetkezése, vagy az a szerep bevállalása az olyan típusan el lesz utasítva tőlünk, hogy ne teljesüljön be, mert nem akarik a félelmet újra idézni. Tehát ez gondolom meg, hogy segített egy picit. Igen, tehát akkor jól értem ebben a... Másik aspekt. Mondjad. Igen, hogy ebben az esetben akkor nem árnyékot kell integrálnunk, hanem valójában a hiedelmeinket, meg az önszabotázsunkat kell feloldanunk. Igen. Tehát lehet, hogy nem a legjobb példa, de elmondom, mert valami szinte ez föntről nagyon jön. És főleg így a tínédzser korban rengeteg dolgot próbálunk ki, így az udvarlás, meg így a egymás tetszésének a világában, és ez az attraction, ezt talán nem tudom, ez hogy mondják szépen, hogy... Ez a vonzalom, vagy a vonzás. Vonzalom, oké. Okay. A vonzalom, azt hiszem az, és például van egy fiú, akivel hasonló dolog történt, mint a múltkori beszélgetésünkben történt azzal a kislánnyal. Hogy anyu vagy apu elfoglalt volt, akkor a kisrác megszeppent, amúgy lehet, hogy egy tök édes, meg egy vagán kis izé volt, sáros, tudod, itt az az igazi vagán kisrác, és akkor megszeppent, és akkor átment jó kisfiúba. És akkor most a jó kisfiú energia, az már nem ő. Ott van az igazi vagán kisrác, és a két világ között meg van rekedve. Ő vagány kisrác akar lenni, aki fakardol, meg pocsolyába, meg sárba, dagonyázik, meg biciklivel, vagy motorbiciklivel, de most ő a jó fiú. És az történik, hogy amikor ez a jó fiú 10 éves lesz, és elkezd udvarolni, a lányoknak nem igazán kell a jó fiú. Most ezt nagyon kevés srác tudja. Neki kell az a vagány, motoros, saras, tudod, magáért kiálló, tudod, nem érdeklődő srác, és ezt úgy hívják itt Amerikában, hogy girls like assholes. Tehát a lányok szeretik a rossz fiúkat, vagy a zsekfejeket. Na most ez a szegény kisfiú, aki már kompenzációban él, mert megtagadt az eredetét, ő megpróbál rossz fiú lenni. De nem fog menni, mert azt már megszégyenítették. És emiatt egy olyan kettős világba megreked, hogy nem tud önmaga lenni, nem tud udvarolni, nem lesz sikere, és ezért van ez a rengeteg probléma a kapcsolatokban, mert nem vagyunk önmagunk, mivel az ősi sebeink gyógyulatlanok. És ez is egy árnyvilág. Jó fiú, rossz fiú, akkor a lányoknál ott van, tudod, hogy említettem, akkor a ribanc, meg ezek, és teljesen tönkre teszik a mi igazi, autentikus hozzáállásunkat az élethez, mert mindig átgondoljuk, hogy mi az, amit mi nem szeretnénk, és mi az, ami tudjuk, hogy mit szeretnénk logikai szinten, de amit mi nem szeretnénk, ami megvan tagadva, vagy árny szinten rezeg, az beleszól, és az összegét kapjuk meg, az összegét fogjuk tenni. Én találkoztam azért olyannal is, aki a rossz fiút elfojtotta, és jó fiúként próbált megviselkedni, de nem tudott, tehát, hogy azért kitört belőle nem. Mindig ez a paraszt. Nem tudom szebben megfogalmazni. Nem megy. Nem megy. Nem ment neki, tehát. És tudod,
beszéltem el ezek, hogy vannak olyan árny részek vagy karakterek, amik annyira dominánsak az átlag emberben, hogyha vagy csak azok nélkül, hogyha nem integráljuk, vagy nem oldjuk fel, nem tudunk kilépni és egy egészséges kapcsolatot elkezdeni építeni. Például, ha volt tett ez a rossz fiú, akkor megszégyenítették, vagy leszitták, lehet, hogy nem is szitták le, lehet, hogy csak ezt úgy értelmezte. Ezért nagyon fontos, hogy mit, hogy értelmezünk. Átment jó fiúba, utána, meg lehet, hogy később már ez a jó fiú átment félénkségbe. És akkor lehet, hogy még jön egy olyan a tetejére, amikor valaki mondjuk a tornatanár anyám asszony katonájának hívta. És akkor ez az anyám asszony katonája, ez megint egy új árnyék, ami szinte hozzáadódik a többihez, és már csak ezzel a hárommal nem lehet szinte sikert teremteni az udvarlás vagy a vonzalom világába. Most akkor hány van egy embernek? Tudod, több tízezer. És azért kell elkezdeni, ahogy említettem, ilyen specifikus, metodikus megközelítéssel, hogy ezt is integráljuk, megoldjuk, és megyünk vissza igazán a gyökereihez a dolgoknak, ezáltal mi erőre kapunk, felkerekedünk, vagy magunkhoz visszatérünk, ahogy mondják a spirituális világban. Szeretnék egy kicsit átérni a kollektív árnyéknak a fogalmára. Ugye ezt is Jung hozta be így általában a pszichológiában, meg egyáltalában ebbe a gondolkodásba. A kollektív árnyékban viszont olyan részeink vannak, amik nem ugye a személyes árnyék részünk, hanem igazából mindenkiben ott van, és mindenkiben ott leszek. És ugye azt mondja, a tudattalannak a kollektív árnyék részéhez tartozik ez a sötét emberi oldal. És az én kérdésem arra vonatkozik, hogy ez az az árnyék részünk, amire te mindig úgy hivatkozol, hogy a Lucifer és a Teremtőnek a konfliktusa? Akármennyire nem fog tetszeni, amit most mondok, a sötétség mindenkiben ott van. És ezt most vagy elfogadják, és dolgoznak rajta, vagy nem fogadják el, és akkor rezgik tovább. A kollektív az azt jelenti, hogy mi már több, nem is tudom hány, tízezer éve, millió éve, és mindenki a maga teóriá szerint, mi nyomjuk tele minden gondolat, rezgés kell, és akkor a szerveink, az agya beleértve a kvantum mezőbe nyomja bele ezeket a rezgéseket. A legeslegnagyobb hiányosság az embereknek az volt, beszéltünk erről azt a traumákban, amikor a becstelenséget említettük, hogy azt nem tudják az emberek, hogy minden gondolat, minden szándék, minden cselekedet, minden félcselekedet föl van véve a kvantum kompjúterbe. Tehát nincs olyan, nincs menekvés. Mi, amire gondoltál, bármi szép, meg jó, meg cseles, meg trükkös, meg nem olyan szép, az mind ott van a kvantum kompjúterbe, és ez a kollektív tudatot táplálja. A kvantum mezőben csak olyan dolgok vannak, amit mi már gondoltunk. És minél tudattalanabbul élünk, annál inkább befolyásol minket a kvantum mezőben ez a, amit úgy szoktam hívni, egy közös kert. És amikor mi elkezdünk magunkon dolgozni, és észreveszünk a több tízezer réteg árnyat, konfliktust, rossz érdelmet, azáltal, hogy mi magunkon elengedjük ezeket a dolgot, a kvantum mező is tisztul, ez a közös kertbe elkezdünk felszedni olyan szemeteket, ami lehet, hogy a miénk, lehet, hogy nem a miénk. Most nekem a mentorjaim azt már tanították évek lezett, hogy már mindenek voltunk. Tehát ne áltassuk magunkat, hogy tudod, te vagy az a fehér angyal, te meg a fekete angyal, mindenki volt már minden. Tehát vállaljuk be azt, hogy az a spektrum, amit tudod, eddig így mutattam, így az árny kategóriába, az mindenkiben ott van, és ne azt keressük, hogy ez az enyém vagy nem, hanem azt mondjuk, hogy oké, rajtam keresztül ezt megjelent, és elengedem. És tehát a kollektív, ugye ez azért érdekes, mert ahogy a Jung is mondja, mert abból táplálkozik akarva akaratlan a legtöbb ember, tehát onnan szedjük le a gondolatokat. Tudod, hogy mondtam valamelyik régebbi videómban, hogy itt van egy mondjuk egy régi, nagyon hétköznapi dolog, a bűnöző energia. Az a bűnöző energia, az ott van mindenképpen, most akiben még ez gyógyulatlan, integrálatlan, az elkezdi lejátszani a bűnözőt, mint egy színjátékot. És az is történt, hogy ugye hollónak nem válja ki a szemét, nem szóltunk semmit. Igazán, tehát nem állítottuk meg a másik bűnözőt, mivel bennünk is rezgett. De ahogy ezt megoldjuk magunkban, utána azt mondjuk ennek a másik játékosnak, hogy ez nem egy becsületes játék. Ezt most te itt abba hagyod. És ez hiányzott. És ez fog most megváltozni az új világban, az új földön, hogy ahogy takarítjuk ki magunkat, egyre
enyhébb lesz, vagy jobb indulata lesz a kvantummező, és egyre inkább már kevésbé tudnak meríteni rossz energiákból az emberek, és egyre inkább egymás szemébe kell mondani segítőkészen természetesen azt, hogy ez így nem megy, ez régi energia, ősi energia, ezt meg kell gyógyítani. A kollektív árnyék ugye mindannyiunké, és a kollektív árnyékban lévő integrálatlan árny részeink mindenki. Ezek a sötét energiák is. Miért van az, hogy mondjuk valami nálam tör föl, és miért nem a szomszédnál? Értem, mit akarok ezzel kérdezni? Tehát, hogy ki dönti el, és mi válogatja, vagy a teremtő miért így osztja el, az, hogy mondjuk én belőlem kezd el feltörni, vagy feltörni olyan dolgok, amik pont ugyanannyira az enyémek, mint tényleg a szomszédé, vagy a szemben lévő emberi, vagy a kollégáni, vagy akárki. Nagyon sok oka van. A teremtői logika az nagyon precíz és nagyon-nagyon félelmetes, tehát lenyűgöző. Ha például most rajtad megjelenik valami, és nem a szomszédodon, az azért is lehet, mert te evoluáltabb vagy, tehát törzsfejlődésben előre haladottabb, vagy fejlettebb vagy, mint a szomszéd. Ez az is lehet, hogy a szomszédnak nincs meg ez a DNS kapacitása, hogy ezt ő átlássa, átérezze, és bevállalja ennek a feloldását. Tudod? Tehát ezért nehéz csillagmagnak lenni, mert olyan dolgok jelennek meg rajtunk keresztül, amik lehet, hogy nem az enyém, hogy tudod, de nek a mi felelősségünk azt feloldani. Tehát a szomszéd lehet, hogy ugye van a DNS kapacitása, nincs ott, lehet, hogy nem jár még olyan törzsfejlődési szinten, vagy lehet, hogy a többi árnyék fölülírja, és még az abban a szobában él, ahol a szőnyegen ott a suba, ahol az asztal, ami minden rá van téve, tehát maga egy számára egy ismeretlen világ rejtőzik a mélyben, és ez alatt nagyon mélyen, ezt többször említettem, ez egy nagyon fontos energia, ezt nem látjuk először, és tényleg akár több tízezer lépést meg kell tenni ahhoz, hogy ez evidens legyen. Az embereket egy felelőtlenség hajtja. Innen jön a lustaság, innen az önszabotázs, és lehet, hogy pont a szomszédodban ugyanez a felelőtlenség, vagy a felelősség elhárítása is domináns. Hát sok oka van, de tudod, itt adtam egy pár ötletet. Értem. Honnan ismerem fel, hogy ezek mondjuk a kollektív, vagy az emberiség árnyékából jövő képek, feldolgozatlan árnyrészek, amivel dolgoznom kell. Jöhet álmon keresztül például, vagy továbbra is ugyanaz a szabály, hogy ami meg triggerel a külvilágon keresztül, hogy hányféle formája van. Hányféle? Oké. Egy párféle módon meg tudod állapítani, hogy ez honnan jön. Én meg tudom mondani, de ugye az első az intuíció. Az, hogy oké, ez úgy érzem, hogy ez valahol a kollektívból jön, nem azt jelenti, hogy nem a te feladatod feloldani. Ha rajtad megjelent, az azt jelenti, hogy neked is van benne részed. Ez lehet, hogy egy millió inkarnációval ezelőttről jön, ez lehet, tudod, tehát ez az a rész, amit már nem kell, tudod, tovább rágni, hanem azt, hogy megjelent, alkalmazod az integrációs technikát, és lépsz tovább. És akkor ezzel te tudod azt, hogy te felszabadítottad magadat, amikor te magasabban rezegsz. A kvantum mező tisztul, másokra más hatással van, stb. Tehát elve tudod intuitívan, hogy ez a kollektívból jön. Okay? Másik, ahogy látod, hogy a nagy többség, a tömeg ezt csinálja. Ez a legegyszerűbb dolog. Tudod, hogy látod, hogy nagyon sokan így gondolkodnak, nagyon sokan így beszélnek, ezt csinálják, akkor tudti, hogy a kollektív hatalmas nyomást bírájuk. És ezért van az a mondás, hogy nem tudom, magyarul mi a legszebb kifejezés módja, hogy legyél az, váljál azzá, akinek be the change you want to see in the world. Tehát legyél az a változás magad légy. Igen. A változás magad légy. Igen. A változás, amit a világban szeretnél látni magad légy. Igen. 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 És akkor tudod, innen, és akkor ebből meg új árnyaspektusokkal szembesülünk, mert nem úgy érezzük, hogyha elkezdünk gyógyulni, meg változni, hogy mi a világgal szembeszállunk. De nem szállunk szembe a világgal, hanem egy javító készséggel indulunk, vagy vágunk az útnak, hogy ennek a eltorzult, megtorpant világnak tudjunk adni egy olyan új aspektust, ami a mi bátorságunk teremtett. És itt nagyon sok ember kisiklik. Szóval. Kezdem érteni és érezni, hogy miről beszélsz. Igen.
Azt gondolom, hogy már adtunk megint elég információt, Robi, hogyha egyetértesz, és szerintem akkor folytassuk innen, mert hogy még nem látom a fényt az alagút végén, hogy mikor érünk véget az árnyékoknak, mert hogy még nagyon sok téma, vagy pontosabban kérdésem van ezzel kapcsolatban, amit szeretnék neked feltenni, és amiről tudom, hogy hosszan tudsz beszélni. Ugye az előadásodhoz kapcsolódóan is itt még nagyon sok rétege van az árnyékainknak, amit át kellene beszélnünk a déles árnyékoktól kezdve a tő árnyékokon át, ami nagyon fontos, és ahonnan az összes traumánk származik, ha jól emlékszem. Igen. Természetesen ez fantasztikus, és örülök, hogy veled én frappánsan tudunk ezekről beszélgetni, mert az emberiségnek ez egy olyan nagy, komoly tudás hiány volt, egy olyan hiányzó, egy ilyen lappangó tér volt, hogy enélkül nincs új föld. Ennél a tudás nélkül és az integráltsága nélkül nem megyünk magasabb dimenziókban, magasabb idősíkra, és azt hiszem itt az idő, aminek ez szó. Nagyon-nagyon örülök. Köszönöm. Ilyeslibe bőrös lettem ettől. Köszönöm szépen. Okay. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, és nagyon szép napot kívánok neked, Robi, akkor hamarosan újra találkozunk. Sziasztok! Szép estét!